Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, politikai körképpel fogunk foglalkozni mai műsorunkba. Stúdiónk vendége Kiszeli Zoltán politológus. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy egy közelgő dátum május 27-e, amikor majd az MSZP tartja a kongresszusát, ahol akár hivatalosan is miniszterelnök jelölté választhatják majd Botka Lászlót. Akkor derülhet ki az is, hogy kikre számít majd a jövőben. Mit hozhat ez ön szerint az MSZP életében és a magyar politikában? Hát leginkább azzal kéne kezdeni, hogy mit nem hozhat. Ugye Botka László, amikor januárban bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek, akkor volt egy nagy várakozás vele szemben, az örök reménység végre elvállalja a szerepet, a dolgok élére áll, csak hát nem igazán sikerült szövetségeseket találnia. És igazából az volt korábban a terv, hogy hát március végére, vagy május 1-ére, vagy éppen az MSZP kongresszusra sikerül azt a fajta összefogást a balliberális oldalon létrehozni, ami egy alternatívát, egy esélyes alternatívát kínál a kormánypártokhoz képest. Hát úgy tűnik, hogy ez a kongresszusra sem születik meg, hát most őszre tervezik éppen. Tehát igazából azt látjuk, hogy a kongresszus nem hozta meg azt a várt eredményt, hogy sikerül Botka László mögé felsorakoztatni a többi pártot, elfogadják az MSZP és Botka László vezető szerepét, és hát igazából a probléma abból adódik, hogy az a fajta verseny, amit 2013-14 fordulóján is láttunk, az most megismétli önmagát, és hát az MSZP ebben nem alakító szereplőként jelenik meg, Botka László sem olyan alakító szereplőként jelenik meg, akire odafigyelnek, hanem Gyurcsány Ferenc és az MSZP között egy párharc, egy cicaharc alakult ki, és hát ez a kongresszus is szerintem az üzengetések és ennek a párharcnak az egyik állomása lesz. Mennyire sikerült egyébként a hitelességét megőrizni a Botkának, vagy ez mennyire kérdőjeleződött meg, ugye volt neki ez a megadóztatjuk a gazdagokat című üzenete, miután aztán kiderült, hogy ő is luxusautóval jár, luxusórákat gyűjt. Igen, ez egy fontos kérdés. Azt látom, hogy ez a tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok kampány, ez Martin Schulz német szociáldemokrata politikus kampányának az átvétele, plagizálása. Tehát Schulz is azzal robbant be a német politikában, nagyjából Botka Lászlóval egy időben, az idei évnek az elején, hogy hát igazságot kell tenni, akik szegények, keves jutott nekik, azoknak többet kell adni, akiknek meg több van, azoktól el kell venni. De hát Schulzzal ugyanez volt a probléma, hogy neki se hitték el az emberek, hiszen ő annak a Szocdem pártnak az egyik politikusa, amely az elmúlt nagyjából 25 évben 10-valahány évet volt kormányon. Tehát Botka Lászlóval is hasonló a probléma, hogy tehát valóban, hogy őt sokszor újra választották Szegeden, ellenszélben is, ez igaz. De azt is látnunk kell, hogy Botka László ott ült a parlamentben 2002 és 2010 között, tehát nem egy új politikusról van szó, vagy nem egy olyan politikusról van szó, akinek nem adatott volna meg azoknak az ígéreteknek a megvalósítása, amelyekről most beszél. Tehát ez is a hitelességnek a része, hogy amit most ígér, akkor azt miért nem tette meg 2010 előtt, amikor ott volt a lehetőség, és kormánypárti képviselő volt. Ez az egyik. Valóban a másik, hogy ahogy a szegényeknek ígérnek, a gazdagoktól akarnak elvenni. Csak hát az a probléma, hogy a gazdagok mindig kerülik az adózást. Ezt úgy hívjuk finoman, hogy optimalizálnak. Tehát a leggazdagabb emberek, azok például nem fizetést kapnak, hanem osztalékként a részvényeik után osztalékot vesznek fel, vagy a cégük nyereségét veszik ki, a nyereségadót fizetnek, megfizetik a legjobb ügyvédeket, a legjobb könyvelőket, és megpróbálják eltüntetni a nyereséget. Volt olyan Szocdem pártelnök Magyarországon, aki az MSZP frakcióban ült, milliárdosról beszélünk, és minimálbérre volt bejelentve, mert nem fizetésben vette ki a pénzt a cégéből, hanem más, egyébként legális módon, csak hát a jövedelmét azt nem akarta magasra vinni, mert akkor több adót kellett volna fizetni. Tehát azt látjuk, hogy ezek, és pláne a személyes szempont is közben jön valóban, hiszen ha valaki azt mondja, hogy a gazdagok fizessenek, akkor nehéz egy olyan életet élni, mondjuk a búvárkodással, az egzotikus utazásokkal, vagy a luxusterepjáróval, vagy az órával, ami pont annak a kontrasztja. Tehát ha valaki készül egy pozícióra, akkor meg kell néznie, hogy mit mond, és mi az, amivel támadhatják. És hát pont ez az átvett, külföldről átvett minta, hogy fizessenek a gazdagok, az pont egy magyar viszonylatban jó módunak mondható politikus szájából nem annyira hiteles. Nagyon sok probléma van, ehhez járul még az, hogy nincs igazán szövetségese sem. Tehát ez egy plusz probléma, ezek egymást erősítő hatások, pontosabban egymást gyengítő hatások, hiszen itt nem egy felfelé építkezést látunk, hanem az MSZP nem tudott elszakadni abból a pozícióból, hogy a pártszakadás után, 2011 után, Gyurcsányi kiválása után a Jobbikkal nagyjából fej-fej mellett van, és attól függ, hogy melyik párt tud valamit az egyik vagy másik hónapban a közvéleménynek bemutatni, annak függvényében az MSZP erősödik egy kicsit, vagy a Jobbik, de nem látjuk azt, hogy el tudtak volna szakadni ettől ebből a 10-15%-os sávból.
Aztán egy másik érdekesség, hogy Botka szétverheti az MSZP-t azzal az állításával, ugye, vagy azzal a megfogalmazásával, hogy a nagy öregeket nyugdíjaztatná. Hát már Mesterházy Attila is ezzel próbálkozott, ugye 2010-ben a parlamenti választásnál a listára már úgymond fiatalabbak kerültek be, vagy olyanok, akik az akkori elmúlt 8 évvel nem hozhatóak összefüggésbe. Hát látjuk, hogy van, aki bevált, van, aki nem, van, aki elhagyta a süllyedőhajót, de igazából ez már megvolt az MSZP. Ez igazából azt jelenti, hogy az MSZP-nek az volt az erőssége 90 után, hogy nagyon sok különböző platformból, csoportból állt. És ezek egymást erősítették. Versenyeztek is, de igazából nagyon sok réteget meg tudtak szólni. Volt egy nagyon erős szakszervezeti szárny, volt egy vállalkozói irányzat, volt egy nagyon erős polgármesteri része az MSZP-nek, voltak értelmiségiek, technokraták, mérnökök. Ugye ezek szépen lepotyogtak, most már ebből kevesebb van, és ezek ugye, hogy próbálják egy-egy úgymond idő, olyan mohikánnal vagy bölénnyel így hívják talán a közbeszédben ezeket a politikusokat, hogy kiraknak egy ilyen embert, akkor vele együtt egy kapcsolati hálót is kiraknak, és mindig az a kérdés, hogyha valakit kiraknak, aki jön helyette új, az mit hoz? Tehát mit veszítenek egy ilyen személycserével, és mit nyernek? Az látszik, hogy Mesterházy Attila cseré, aki már 2010-ben elvégzett egy ilyen cserét, vagy 14-ben is talán, hogy ők mennyire tudták ezt az előnyükre fordítani. Nem látszik, hiszen a közvélemény kutatásokban továbbra is 10-15% közé ragad be az MSZP, tehát nem látszik, hogy azok az újak, akik már 14-ben is ott voltak újak, vagy 10-ben, azok tudtak volna valamit lendíteni. Tehát mindenki kaphat egy esélyt, ez magától értetődik, de hát azért 4 év után, 8 év után illene már eredményeket is felmutatni. Botka László azt szeretné, hogy az ő csapata, vagy olyan emberek legyenek a következő frakcióban, akikkel ő együtt tud működni, értsd, akik nem támadják őt hátba. Ugye azt mondja, az első 10 helyet akár külsősökkel is fel lehetne tölteni az MSZP vagy a közös listán. Ez nyilván egy szövetségépítési ajánlat is, hiszen hogyha egy kis pártnak a politikusát, Bokros Lajos csak, hogy mondjak egy nevet, beteszik az első 10 helyre, ami biztos befutó, akkor ez azt jelenti, hogy nem ellene fog az MSZP-nek indulni ez az ember, vagy érvelni, hanem mellette. Nyilván az a kérdés, hogy be tudják gyűjteni a biztos befutó mandátum ígéretével a kisebb pártoknak egy-egy vezetőjét, vagy esetleg olyan embereket, akik nem pártokhoz tartoznak, de ismertek. Mondjuk Kéz Zoltánt nézhetjük, aki ugye az MSZP-vel már több aláírás gyűjtésben működött együtt. Tehát ezeket be lehet gyűjteni, csak amikor bejutnak a parlamentbe, pláne a befutó helyen, akkor onnantól kezdve ők már függetlenek. És hát kérdés, hogy a választás... Fognak-e önállósodni, nem? Hát pontosan, hogy egy elszabadult hajóágyú lesz-e, esetleg egyet érte az MSZP politikán, hiszen látjuk, hogy az MSZP és a DK sem ért egyet. Az MSZP azt mondja, hogy egy általános, egy garantált alapjövedelem kéne, egy ilyen alapjövedelem. Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet. És akkor nézzük meg, hogy egy Bokros Lajos vagy ezt elfogadná-e, vagy azt mondja, hogy fogadjuk el, de hát ő volt talán az egyik olyan ember, aki vagy egy pénzügyminiszter mondta azt, hogy hát akármennyi fizetésem el is adtak, majd elinfláljuk. Tehát azt látjuk, hogy a programot nehéz egy összhangba hozni, és ha nehéz egy közös programot találni, milyen nehéz lesz azt végrehajtani. Tehát Botka Lászlónak nagyon nagy feladata van, és úgy tűnik, hogy a január óta eltelt, ides tovább 5,5 hónapot nem arra használta, hogy a kérdőjelek számát csökkentse, hanem egyre több kérdőjel lett. Ugye az imént már megemlített ön is a Jobbikot. A Jobbik óhatatlanul talán kimondhatjuk, hogy baloldali párttá alakulásának milyen következményei lehetnek, hiszen azért nem titkoltan hallottuk azt, hogy hamarosan párt is alakulhat a Jobbikból, kiváltakból, kiábrándultakból. Mit hozhat ez a Jobbik életében? Hát a Jobbik egy nagy kísérletet hajt végre, ugye Vona Gábor úgy mondta, hogy elvette a Jobbik kamaszkori identitását, énjét, és hát próbál egy új identitást adni ennek a pártnak, hogy ez lenne az a bizonyos néppártosodás vagy cukiság kampány. Igazából a Jobbik egy radikális párt volt, a spektrum jobb szélén voltak, hogy a gárdával olyan látványos olyan elemet tudtak beemelni a politikába, ami kihasználta 2010 előtt a rossz közbiztonsági helyzetet, és hát legyünk őszinték, a magyar cigány együttélés néhol problémás volt. Tehát erre a Jobbik egy látványos választ adott, és ugye ez nagyon sok ember számára vonzó volt. Sokan az MSZP-ből kiábrándulva mondjuk a Jobbikhoz mentek, főként az ország válság régióiban, Nógrádtól körbe mondjuk Zala megyéig a határok mentén. Azonban, ha megnézzük, a Jobbik elérte ott egy plafont, ezt a 10-15%-ot, onnan nem nagyon tudott tovább növekedni. Ez nagyon jó egy új párt számára, hiszen ugye a Jobbikot is ugye már korábban alakult ifjúsági mozgalomként, de igazából pártként csak 2005
6 körül indult el. Tehát ilyen szempontból ezt a mozgást elérték, és próbálták átpozíciálni magukat, hogy több szavazót tudjanak szerezni. Ugye a Fidesz rovására ez nem igazán sikerült, és hát megpróbálnak valóban átlépni a Fideszen a baloldali szavazók irányába. Ez se annyira sikerült, hiszen a baloldali szavazókat eddig a baloldali média, a baloldali politikusok arra kondicionálták, hogy a Jobbik az egy rasszista párt, egy látens antiszemita párt, mindenfajta rosszat elmondtak róluk, és hát ugye most nagyon nehéz akár a baloldali szavazóknak, de a jobbikos törzszavazóknak is megérteni azt, amikor volt SZDSZ-es politikusok, vagy fővárosi liberális értelmiségiek, mint például Heller Ágnes azt mondják, hogy hát össze kell fogni a Jobbikkal. Ez onnan jön, hogy a Fidesznek nagyjából 2 millió szavazója van, plusz-minusz. És ugye a baloldalnak, az összes balliberális pártnak nagyjából van bő 1 millió szavazója, a Jobbiknak meg 800 000, majdnem 1 millió szavazója. És igazából hát papíron, ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor az nagyjából annyi, mint a Fideszé. Egyelő mérleg. Igen, csak ugye a papír az türelmes, nem biztos, hogy ezek az emberek így át is szavaznának éles helyzetben egyik oldalról, úgymond a másik oldalra. Tehát papíron ez nagyon jól néz ki, tehát a Jobbik ezzel van konfrontálva, és a Jobbik törzszavazói számára az lehet érdekes, amikor korábban a Jobbik mondjuk kritikát fogalmazott meg bizonyos csoportok felé, és most merőben más történik. Vagy ami a Jobbiknak szerintem a legnagyobb politikai hibája volt tavaly ősszel, amikor a kötelező betelepítési kvóta elleni népszavazás után, ahol 3,3 millióan mondtak véleményt, tehát az aktív szavazók, 4,5 millió aktív szavazót tartunk nyilván Magyarországon, ebből nagyjából 3,3 millió, tehát az aktív szavazók elsőprő többsége mondott véleményt. Nyilván nem volt elég az 50%-hoz, de azért ez egy nagyon jó eredmény, a Fidesz nagyjából 2 millió szavazó képest, ugye ez egy sokkal nagyobb támogatottság, ami ebben a konkrét kérdésben a kormány mögött van. Nem mindenben támogatják ezek az emberek a kormányt és Orbán Viktort, de a migráció kérdésében biztos. És hát akkor a Jobbik azt mondja, hogy hát nem szavazom meg az alaptörvény módosítást, ez egy nagyon komoly politikai hiba volt, amit szerintem, amint a migráns kérdés újra aktuális lesz, a Jobbik orrán lehet dörgölni, azért, mert most nem látunk migránsokat, attól ez a kérdés fontos. Az Unió Luxemburgi Bírósága 10-én, tehát múlt héten szerdán kezdett el tárgyalni a migráns kvóta elleni magyar, lengyel és szlovák közös beadványról. Tehát ez is ott van. Illetve hát láttuk, hogy a bizottságban szintén a múlt héten egy olyan határozatot akartak elfogadni, ami ENSZ célokat úgy emelt volna át az unió prioritásai közé, hogy közte beleemelték azt, hogy a migráció, a kötelező betelepítés, azt mondják, hogy ellenőrzött módon, az egy jó eszköz lehet a magyarság vagy Európa népesség fogyásának az ellensúlyozására. És az, hogy esetleg a saját családok támogatása egy ugyanilyen jó ötlet, egy ugyanilyen jó alternatíva lehetne az európai népek, akár a magyarság számára, és ez valahogy úgy elsikkadt, vagy azt mondták volna, hogy ha Orbán Viktor aláírja ezt Brüsszelben, vagy a külügyminiszter, akkor hát ezzel igazából elfogadtuk a betegséget. Hogy ilyen félreértések ne történjenek, ezért jelentette be Magyarország, hogyha ez így bekerül a nyilatkozatba, akkor azt meg fogja vétózni, azt tegyék külön. Tehát, hogy aki akar betelepítést, az nyugodtan, és a németek, svédek, osztrákok, bár mindig azt szoktam mondani, hogy akkor kérdezzék meg az ottani embereket, hogy ők ezt támogatják-e. Tehát ilyen szempontból a migráns kérdésben a Jobbik nagyon eltaktikázta magát szerintem. A kérdés még visszajöhet, és azzal, hogy nem szavazták meg az alaptörvény módosítását, szerintem mindig emlékeztetni lehet a szavazókat arra a Jobbikon kívüli, főként a Fidesz részéről, hogy bizony-bizony ez egy politikai hiba volt, és azok a Jobbik szavazók, akik nem biztos, hogy egyetértenek a kormánnyal, de a migrációt egy valós veszélynek tartják, pláne ha terrortámadás történik, ne adj Isten, vagy a határnál ismét ilyen jelentek lesznek, akkor bizony a Jobbik támogatottsága ott szerintem csökkenni fog, és hát ez a támogatottság a kormánynál fog megjelenni. Hogyan áll az LMP és a Momentum élethalál harca, illetve lehet-e már azt tudni, hogy valójában kik és milyen politikai, gazdasági erők és szavazók vannak az új SZDSZ-nek becézett Momentum mögött? Hogyha röviden kéne leírni a baloldal helyzetét, azt látjuk, hogy az MSZP azért küzd, hogy a 1994 és 2010 közti helyzet ismétlődjön meg, amikor a jobb oldal a Fidesz és az MSZP állt egymással szemben. A DK Gyurcsány Ferenc azt szeretné, hogy az MSZP-hez képest az ő pártja megerősödjön, mert ő abban bízik, hogy 4 év után, 8 év után le tudja énekelni az MSZP-t a színpadról, hogy tehetséges politikus, ez biztos sikerülne, és az MSZP meg ezt nem akarja megvárni, hogy még több szavazót szervezzen ki Gyurcsány Ferenc az MSZP alól. Tehát itt egy ellentétet látok, ugyanakkor mutatják a választási eredmények, hogyha az MSZP és a DK nem egyezik meg, akkor a DK tud ebből profitálni. Na ebből ki akarnak maradni az LMP-sek és a Momentumosok. Az LMP még elhiszi magáról, hogy
eléri az 5%-ot, láttuk, hogy azért csak sikerült nekik, hát mint az MDF-nél, ott is ugye három választáson éppen, hogy csak görbült az az ötös, 5,001, egy idő után már nem volt elég. Az LMP most szerintem ott tart, mint az MDF korábban, bejöhet az 5%, de ez a részvételtől és az LMP kampányától függ. A Momentum pedig már elhiszi, hogy átlépi az 5%-ot, vannak olyan kutatások, hogy 2-4% közé mérik őket, tehát ez már, legyünk őszintén, egy nagyon új párt számára, ez egy jó eredmény szintén, és közelebb van az 5%-hoz, mint nagyon sok olyan párt, mint az Együtt vagy a Párbeszéd, amely már régebb óta politizál, és mégsem a 2-4%, hanem inkább az 1%-2% körül tanyázik. Tehát ezek a pártok, az LMP és a Momentum ki akarnak maradni ebből a balliberális összefogásból, ezért az látszik, hogy legalább 4 párt indul, az MSZP és a DK vagy külön vagy együtt, az LMP, illetve a Momentum. Tehát legalább 3 vagy 4 párt indul, a Jobbikot is még oda számolhatjuk, hiszen ellenzéki párt, és új pártok is alakulnak, Gémesi György gödöllői polgármester is indított egy pártot, de hát halljuk, hogy itt mások is, Pukli Istvántól kezdve mások is próbálkoznak, bejelentik az ilyen szándékukat. Aztán, hogyha már így az uniós történésekről is, a migrációs politikáról is szót ejtettünk, akkor ezt mennyire változtathatják majd meg az uniós tagállamoknak a választási eredményei, mennyire befolyásolja mindezt ön szerint? Igen, hát ugye a francia választás volt az, ami a legkomolyabb volt, nem csak a migráció, hanem az euró, a közös fizetőeszköz szempontjából is. Úgy tűnik, hogy azzal, hogy Macron lett a francia elnök, ezzel a korábbi francia álláspontot folytatják. Az előző szocialista vezetés, aminek Macron is része volt gazdasági miniszterként, azt mondta, hogy csak 30 ezer migránst akarnak befogadni. Tehát ők sem akarják ezt a kötelező állandó szétosztási kvótát, bár Franciaország Németország mellett avatkozott be Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellenében a Luxemburgi Uniós Bíróság előtt zajló perbe, de azt láthatjuk, hogy azért ők se akarnak túl sok migráns, hiszen elég problémájuk van az algériai, marokkói és más arab bevándorlókkal, akiknek a harmadik, negyedik generáció is csak nagyon nehezen tudott beilleszkedni Franciaországban, és sajnos nagyon sokan közülük terror elkövetővé váltak. Láttuk a merényleteket ugye Franciaországban vagy Európa szerte, amelynek Franciaországhoz és vagy Belgiumhoz köthető elkövetői vannak. Tehát igazából az európai választásokon azt látjuk, hogy a migráció kérdése Nyugat-Európában is már ehhez hasonló megítélés alá került, a válaszadók többsége elutasítja a nagyszámú beáramlást. Ezért is beszélnek a nyugati politikusok ellenőrzött és ütemezett bevándorlásról, hiszen szükségük van olcsó munkaerőre, az európaiak túl drágán dolgoznak a megítélésük szerint, le lehet verni vele a fizetéseket, plusz ugye azt látjuk, hogy az eurozónában stagnál a gazdaság, 1-2%-kal növekszik, míg Franciaországban, Portugáliában éppen hogy csak. Tehát azt gondolják, hogyha behoznának évente 300 vagy 500 ezer embert, ezeknek építenének lakásokat, ezeknek mind kell hűtőszekrény, autó, ruha, élelem, ez húzná a gazdaságot, és akkor nem 1-2%-kal növekedne a gazdaság, hanem mondjuk 3-4%-kal, az már jó lenne, és hát az a Móriczka képletnek a másik oldala, hogy ezek az emberek majd a munkájukkal fogják visszafizetni úgymond azt a pénzt, amit meghiteleztek az európaiak. Nekik a probléma ott van, hogy rossz alanyokat választottak szerintem, hiszen a most beáramlott tömegnek 5-10%-a dolgozik. Azt mondják, hogy majd 5-10 év múlva talán ez fölmegy 50%-ra, de hát a számok azt mutatják, hogy ez inkább a 10-15% körül van, hiszen ha nem beszélnek németül, nincsen végzettségük, akkor csak a kisegítő munkákat tudják végezni minimálbéren, és akkor azt a pénzt, amit meghiteleznek nekik a németek, osztrákok, svédek, csak nagyon lassan tudják visszafizetni. Végezetül pedig mi a helyzet a visegrádi együttműködéssel, illetve hogyan alakulhat a magyar-román viszony annak tükrében, hogy talán újra rendeződhet? Igen, a visegrádi együttműködés egy nagyon jó alternatívát tud kínálni. Ugye Brüsszelben azt mondják, hogy csak egy megoldás van, amit ők akarnak. Európai szolidaritás, osszuk szét a migránsokat. Mi nem azért választottuk a demokráciát szerintem, hogy most csak megint egyfajtából választhassunk, mint az óvodában, hogy spenót van, esszük, nem kapunk más. Az európai szolidaritás mellé a visegrádiak együttműködésével egyenrangú alternatívaként sikerült a rugalmas szolidaritást is elfogadtatni, ugye a szlovák elnökség még ezt megtette. Ez azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek migránsokat akarnak befogadni, megtehetik, de a visegrádiak a külső határokat védik, hogy az unión belül megmaradjon a mozgás szabadsága. Ugye ez lenne a mi hozzájárulásunk az egységes unióhoz. És hát ez is egy visegrádi siker, hiszen ha csak az európai szolidaritás van, akkor ugye mi is oda kényszerülnénk, de hogy ezt elfogadtattuk, hogy már egyes országok, amelyek nem akarják ezt, a lakosság 80%-a nem akarja, se itt, se Szlovákiában, se a Baltikumban, akkor mi ezt az utat járosuk. A visegrádi együttműködés ezért vonzó. És igazából vannak más témák is,
például a mezőgazdasági kohéziós támogatások kérdése 2010 után, az uniós vendégmunkások jogai Egyesült Királyságban a Brexit után. Tehát ezekben a kérdésekben a visegrádiak vonzó álláspontot tudnak felmutatni a szomszédos országok számára, és hát azt látjuk, hogy egyes kérdésekben, nem minden kérdésben, de van, amikor a románok is egyetértenek velünk, van, amikor az osztrákok is a migráció kérdésében, legtöbb osztrák párt, most már a Szabadságpárt és a Néppárt is egy esetleges előrehozott választáson inkább a magyar álláspontot osztja már. Tehát azt látjuk, hogy működik ez az együttműködés, és ad hoc esetekben egy-egy szakmai kérdésnél kiegészül más uniós tagországokkal is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy kis áttekintést adott itt a politikai palettán. Köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is számítunk figyelmükre, itt a Fehérvár Televízióban, viszontlátásra.